A Zalaerdő 23. trófea szemléjén veszünk részt. Ez a trófea szemle sorozat a társaságunk kezdeményezésére immár országszerte gyakorlattá és esemény sorozattá vált így október derekán. Hát az elmúlt évhez képest az idei eredményeink némbiképp elmaradnak. Az akkor elért eredményektől részint az időjárás olyatéképpen alakult, hogy ez nem igazán kedvezett a GIM agancsának a felrakására. Különösen igaz ez az állítás a agancs felrakás második időszakára, július és augusztus hónapokra, ahol extrém hőség volt tapasztalható. Részint azért is, mert a szeptemberi bőgési szezonban, éppen annak a csúcspontján, szeptember közepén, Közép-Európában dúló időjárási viszonyok és árvizek miatt nagyon sok vendégünk akarat ellenére, de le kellett, hogy mondja vadászatát, és így kimaradt az a teríték, az a elejtendő darabszám, ami ő hozzájuk volt köthető. De mégis, hogyha itt körbenézünk, nyilván vannak nagyon-nagyon szép trófeák, olyanok, amik kimondottan szép minősítést is értek el. Természetesen így van ez az idén is, de például tavaly 30 darab aranyérmes trófea volt a belső körben, idén ez 22-re mérséklődött, de itt is vannak kiemelkedő jellemzővel bíró trófeák, például a 13 kg-ot meghaladó és a lenti erdészet területén terítékre került gimbikára utalok most. Most is megvan, mint az előző esztendőkben az a bizonyos tendencia, hogy Zalán belül is megvannak azok a területek, ahonnan leginkább előkerülnek az úgymond nagyon-nagyon nagy vadak? Igen, ez azért tradicionálisan így van. Vannak olyan szarva számára kedvező életterek itt elsősorban a részvénytársaságunk területén, ahol nagyobb darabszámban és jobb minőségben fordul elő ez a vad. Említettük az idén az idei időjárásnak a viszontagságait, illetőleg hatásait. Magára az állomány kondíciójára mennyire volt ez kihatással? A vendégek elmaradtak, de az állományunk hogy érzi magát? Én azt gondolom, hogy különösebb probléma azért nincsen, hiszen azóta már az időjárás helyreállt, a táplálék egyébként rendelkezésre áll. Talán az viselhette meg az állományt, hogy az előbb említett magas hőségnapok száma az állatok fiziológiai létét azt egy kicsit befolyásolta, és nyilván ezáltal a hőség hatásainak kivédésére koncentrált az állomány. Az idei szeptemberben a 65 ezer hektáros üzemi vadászterületen mintegy 170 darab gimszarvasbika került terítékre, ebből 22 darab aranyérmes, 47 darab ezüstérmes és 47 darab bronzérmes minősítést kapott a trófeabírálatom. A legnagyobb trófea tömegű gimszarvasbika a lenti erdészet vadászterületén esett. Ez a gimszarvasbika 13,22 század kilogrammos, és a bírálati pontszáma pedig 228,81 század nemzetközi trófeabírálati pont. Az aranyérmeseket említettük, most már azért menjünk kifele a körből egy kicsikét. Mintegy 54 bika nem kapott érmes minősítést. Ez az összterítéknek a 31%-a. Én azt gondolom, hogy az érmesek aránya 116 darab, az egy nagyon szép eredmény. Az valós, hogy az elmúlt 10 év átlagához képest mind az érmes átlagsúly, ami 8 kg 50 század kilogram, ahhoz képest egy picivel elmaradtunk, ez 8 kg 21 század kilogram. Az átlagsúlyunk is elmaradt a 10 éves átlagtól, ez 7,04 század kilogram. Mindenképpen beszélgessünk azokról a trófeánkról is, amelyek úgymond kuriózumként vannak jelen. A kör szélén találhatók a bejáratnál mindig azok a torz vagy kuriózum agancsok, ami azt gondolom, hogy minden vadász álma. Ezek részben mechanikai sérültek, persze találhatók közöttük olyan, amit genetikailag valamilyen sérülést szenvedett, és így alakul ki egy trófea, ami ugye talán nem másolja önmagát soha, tehát ilyet csak egy életben egyszer lehet elejteni.